Handó Tünde eskütétele az országgyűlésben még 2011-ben. Szájer József fideszes európai parlamenti képviselő feleségét 9 évre választotta meg a parlament kormánypárti többsége, az akkor újonnan létrehozott, a bírósági igazgatást végző országos bírósági hivatal élére. 2012 éveleje óta egyebek mellett az ő joga a legfontosabb bírósági vezetők kinevezése, akiknek pályázniuk kell a posztokra. A pályázati rendszernek a célja mind a bírók, mind a vezetők tekintetében, hogy a legjobbakból legyenek bírók, és a legjobbak legyenek a bírósági szervezet vezetői. Ezt egy bírói értekezlet előtt mondta Handó Tünde 3 éve. Az elmúlt években több alkalommal is érvénytelenített bírói pályázatokat. Az őt ellenőrző országos bírói tanács szerint jogtalanul, emiatt már 8 alkalommal jelezték aggályaikat. Szerintük nem kaptak megnyugtató válaszokat, ezért kérték az országgyűléstől, hogy fossza meg tisztségétől Handó Tündét. A hallgatást azért nem lehetett tovább tartani, mert úgy láttuk, hogy ha nem tesszük meg ezt a lépést, akkor mi is részeseivé válunk ezeknek a törvénysértéseknek. A Handó Tündét ellenőrző országos bírói tanácsnak 15 tagja van, ám az OBH elnökével zajló vita miatt tavaly többen is lemondtak. A testület így jelenleg 11 taggal működik. Handó Tünde szerint jogszerűtlenül, a tanács szerint viszont legalább 10 tag kell a döntésekhez. Vitájuk az alkotmánybíróság elé került, az igazságügyi miniszter a testület döntésére vár. Alkotmányos szervek közötti dialógusban bízom, és alkotmánybíróság előtt van egy ügy, bízom, hogy az alkotmánybíróság minél hamarabb hoz döntést. A kormánypártok Handó Tündével értenek egyet. Még ezek a kérdések nem rendeződnek, addig ennek a testetnek a döntései illegitimek véleményünk szerint. Több bíróság vezetője is kiállt Handó Tünde mellett. A Miskolci Törvényszék és a Debreceni Ítélőtábla elnöke vele együtt tartott sajtótájékoztatót, amelyre az RTL híradót nem hívták meg. Handó Tündétől hiába kértünk interjút, az OBH sajtóosztálya közleményben idézte őt. Szerinte mindig betartotta a törvényeket, és áll bármilyen vizsgálat elé. A DK lemondatná az elnököt. Az, hogy valakinek jó kapcsolatai vannak a vezető fideszes körökkel, ez nem teszi alkalmassá arra, hogy egy fontos pozíciót lásson be az igazságszolgáltatásban. Ahhoz, hogy Handó Tündét az országgyűlés elmozdítsa pozíciójából, a képviselők kétharmados többségére lenne szükség.